Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint az Akácigász gyógyfülőben. Mögöttünk már az óvisok logopédiai tábora van. András István úrral beszélgetünk. Úgy tudom, hogy egész nyárra lesznek ilyen kis csoportok, akik jönnek Önökhöz, és igénybe veszik a strand szolgáltatásait. Tiszteltem, hogy és a kedves nézőket. Jelenleg is, mint ahogy el tetszett mondani, a logopédiai tábor részvevőit láthatjuk itt akár a háttérben is. Több diákcsoport, óvodáscsoport is van bejelentkezve, tehát egész nyáron szinte majdnem az, hogy teljes lefoglaltság van a faházainkra, illetve a szálláshelyünkre, és egyben akkor tudnak itt fürödni és eltölteni a szabadidejüket a gyerekek. Gondolom, hogy az is egy jó dolog, hogy nem kell messzi menni nekik, tehát a szállás is itt van, a kiszolgáló, tehát biztos van olyan csoport, akik önellátók és maguk szeretnek főzni, bográcsolnak, erre is van lehetőségük. Így van, bográcsolásra, szalonnasütésre, de itt helyben a büfék, éttermek, tehát el tudják látni étkezés szempontjából is ezeket a kedves vendégeinket. Itt az óvisok, ők nem alszanak, itt a többi táborozó az itt alvós lesz. Mennyire fölkapott más megyékből, tehát kezdik megismerni a karcagi fürdőt? Igen, mondhatom azt, hogy igen. Tehát ez volna a rövid válaszom most egyenlőre. De akkor reméljük, hogy lesznek olyan táborozók, akik visszajönnek, mert tetszik nekik. Esetleg a táborozó, aki most kap kedvet, és szeretne hozni ide csoportot, milyen lehetőségei vannak? Tehát hol tud megszállni, mit vehet igénybe? Hát, mint az imént el is hangzott, tehát, hogy itt van a kereskedelmi szálláshelyünk, a kemping, tehát itt a faházok, szobák, apartman, illetve sátorozási lehetőség is van. Ez a különféle hirdetéseinkben, honlapunkon ezeket megvannak az elérhetőségeink, és azon keresztül kell érdeklődni, illetve vagy engem, vagy a szolgáltatásvezetőt kell keresni. Nem mindenki tudja, tehát azért mondjuk el, hogy hány faház van, hány személyesek a faházak, és mit kell tudni az apartmanházról. Hát maga a kereskedelmi szálláshely befogadó képesség az 282 főre van kiépítve. Ez vegyesen van az egész dolog, tehát úgy, hogy 10 darab faház, a faházanként 4 ágy, tehát ez 40 főt jelent. Van a két apartmanunk, ez 2x4 fős, de bővíthető, tehát 5 fős, hogyha esetleg olyan igény van rá, illetve van 4x2 szoba, amely 2 ágyasok. És akkor a többi az lakókocsi leállás, tehát amit az előbb nem is említettem, a lakókocsi leállásaink is vannak, illetve a többi sátorozó hely. Hát a nagyobbak, akik esetleg fiatalok, középiskolások és szeretnének itt sátrazni, ők is jöhetnek nyugodtan. Igen, igen, megvan rá lehetőség. De akkor reméljük, hogy sokan kihasználják, az időjárás adott, reméljük, hogy a nyár többi részében is ilyen lesz, és sikeres táborosztatást kívánunk, amellett, hogy nagyon sok fürdő vendéget is. Jó, köszönöm szépen. A logopédiai és fejlesztőtábor szakmai vezetője Molnár Nóra Csilla, vele beszélgetünk. Hanyadik alkalommal rendezik meg ezt a tábort? Hát a tábor nagyon hosszú időre nyúlik vissza. Én 1997-ben kapcsolódtam be a tábor munkájába, és 2006-tól vezetem a tábort, én koordinálom a munkát. 8. alkalommal itt a karcagi strandfürdő területén szervezzük meg nagycsoportos óvodások részére. Itt én mondtam, hogy fejlesztő és logopédiai tábor, mi minden történik itt, hiszen most látjuk, hogy a gyerekek úszni is tanulgatnak egy kicsit, ezt mondta, hogy ez az újdonság idén. Igen, ez újdonság, ugyanis két kolléganő tanfolyamot végzett, úszás előkészítés vízhez szoktatás címmel, így megpróbáljuk, hogy a gyerekeket mikrocsoportos tevékenységi formában folyamatosan hozzuk ki ide a kismedencében. Nyilván a kismedencében, mert nem vállalhatjuk a felelősséget, hogy mély vízbe vigyük őket. Kik segítik, hányan segítik az ön munkáját? 6 pedagógus, illetve én vagyok a 7., akik kint vagyunk a táborban, továbbá 2 Dajka néni is segíti a munkánkat. A gyerekeket 6 csoportra osztottuk, 2 turnusban vagyunk kint, 40-40 gyermekre terveztük a tábort. És akik most itt vannak a medencében, ők most élvezik a vizet, de láttuk, hogy azért folyamatos a csere is, tehát forgószínpadszerűen mennek a foglalkozások. Faházakban milyen foglalkozások vannak?
Minden napra készültünk valami tevékenységgel, így első nap lehetőségük voltak a csoportoknak megismerkedni egymással, itt elsősorban a szabálytudatokat erősítettük, a szocializáción volt a nagyobb hangsúly, és a gyerekek ismeretlenek egymás számára, illetve nem csak egymás számára, hanem a felnőttek számára is. Második nap úgymond szivárvány útvonalon tettek próbát a gyerekek, 7 állomáson mentek, ahol feladatokat kellett megoldaniuk. A mai napon pedig a testsíma fejlesztésen lesz a hangsúly, ehhez kapcsolódóan kapnak majd feladatokat. Itt mondta, hogy nagy csoportos óvisokról van szó, tehát ők szeptembertől már iskolába kezdenek, tehát biztos, hogy ez is egy jó alkalom arra, hogy idegen gyerkőcökkel itt most összebarátkozzanak, ez megkönnyíti ezek szerint a szeptemberi iskola kezdésüket is. Igen, végül is célunk az iskola előtti szocializáció erősítése, hisz teljesen új környezetbe fognak kerülni szeptembertől, mint ahogy mondta. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeknek ez nem kerül pénzbe, hiszen halljuk, hogy elviszik a gyerekeket egy hétre, és tényleg olyan árakat hallani, hogy 10 000-től akár 200 000 forintba is kerülhet egy tábor. Itt úgy tudom, hogy ez a gyerekeknek ingyenes. Igen, jól tudja, hisz ez évtől az intézmény költségvetéséből tettünk erre félre, és tényleg nem kerül a gyereknek, illetve a szülőknek pénzébe. És gondolom, hogy biztos van olyan, akinek ez az egyetlen egy ilyen kikapcsolódása van, hiszen nem biztos, hogy el tudnak menni szülőkkel közösen strandra, úgyhogy biztos élvezik a gyerekek. Igen, nagyon élvezik, mint ahogy itt láthatjuk a hátunk mögött, tehát sok gyereknek ez lesz a nyaralása, természetesen nem mindegyiknek, de nagyon sok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akit ki tudtunk hozni, és mi ennek nagyon örülünk. Az idő az csodálatos, én azt kívánom, hogy akkor a hét hátralévő részében is ilyen időjárás legyen, és legyen sikeres a tábor. Én bízok benne, hogy így lesz, mindig az szokott lenni szerencsére, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy most is gyerekek, felnőttek egyaránt jól érzik magukat a két hét folyamán. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm!